Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai műsorát látják. Tegnap Szentesen járt Németh Szilárd államtitkára, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. Ez a program került bele napi aktuál rovatunkba, illetve egy polgármesteri interjú. Szerda lévén ezt a rovatunkat kulturális magazinunk a Paletta követi majd. Elvisszük Önöket egy író-olvasó találkozóra, az Arcképek Szentesről helyi sorozat legutóbbi előadására, illetve egy színházi előadás is belefér e heti magazinunkba. Köszönjük, hogy ma is bennünket választanak. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Fogjunk össze együtt, hogy újra a régi fényében tündökölhessen a dr. Papp László városi sportcsarnok. Ez a Szentes Televízió napi aktuál rovata. Hétfőn Szentesen járt Németh Szilárd államtitkár, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, a leégett sportcsarnok előtt nyilatkozott a sajtó képviselőinek. Szabó Zoltán Ferenc, Szentesváros polgármestere volt stúdiónk vendége. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és a Magyar Birkózó Szövetség elnöke Németh Szilárd járt hétfőn Szentesen. Ellátogatott a leégett dr. Papp László városi sportcsarnokhoz, ahol tájékoztatta a sajtó képviselőit arról, hogy a Birkózó Szövetség is támogatja a csarnok újjáépítését. Hatalmas károkozást okozott ez a két ünnep közötti tűz. Arra emlékszem, hogy 2015 márciusában, előtte néhány héttel választottak meg engem a szövetség elnökének. 2015 márciusában itt az első versenyemen lehettem, teltház előtt gyakorlatilag. Ez egy ifjúsági verseny volt. Nagyszerű rendezés, nagyszerű hangulat, kiválóan érezték magukat a gyerekek. Már akkor látszott, hogy itt azért Szentesen adnak a birkózásnak. És hát ez látszik ebben egyébként, hogy a sportot nagyon komolyan gondolják, hiszen egy ilyen nagy városi csarnok, és mellette még sok kisebb edzőterem itt mellettünk, például a karatésoknak az emlékparkja is található. No, mindent összevetve, tehát óriási kár érte a szentesi sportot, de azt gondolom, hogy mi ebben mindenféleképpen segíteni fogunk, akár a Magyar Birkózó Szövetséget, akár a magyar kormányt is említhetem. Farkas Sándor államtitkártársam, képviselő barátom már referált miniszterelnök úrnak, aki ígéretet tett arra, hogy egy új csarnokot, egy új sportcsarnokot fog kapni Szentes városa, és ott, ahol abba hagyták el tűz által, ott lehet majd folytatni, ott építhetik tovább a sportéletet, a sportklubot. Zoli is hívott engem azonnal, Rógyai Zoli barátom, a birkózók vezetője, és ő is mondta, hogy mi történt itt. Szerencsére a birkózóknak már van egy általa megépített és támogatott csarnoka, ott a táncosok is, versenytáncosok is tudnak dolgozni. Át kell most vészelni ezt, én szerintem össze kell fogni a városban mindenkinek, meg kell nyitni a tornatermeket, minden lehetőséget meg kell kaparintani azért, hogy a sportélet az itt ne tudjon leállni. Én ehhez kívánok itt mindenkinek jó sportmunkát és kitartást, és aztán találkozunk a csarnoknak a avatóján. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Szentes városát érintő aktuális témákról, pályázatokról, beruházásokról fogunk beszélgetni a mai napon vendégemmel,
aki nem más, mint Szabó Zoltán Ferenc Szentesváros polgármestere. Köszönöm szépen, polgármester, hogy elfogadta meghívásunkat és elfáradt ide hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Múlt héten ugyebár megtartotta az önkormányzat az első képviselőtestületi ülését 2022-ben, ugyebár új főépítésze lett a városnak, a Városrendezési Idegenforgalmi Bizottságban egy új tagot köszönthettek, de azért voltak még ezen kívül is említésre méltó dolgok és interpellációk mindenféle fajta témában. Mik történtek pontosan, mik a legfontosabb információk azóta? Múlt csütörtökön, január 27-én, ami egyébként a Nemzetközi Holokauszt emléknap is volt, erre is emlékeztünk. Az ülés kezdete, illetve Kálmán János volt önkormányzati képviselő úr, sajnos eltávozott közülünk a részére is, emlékére is. Egy egyperces néma felállással adóztunk, majd utána ugye a napirendeknél ismertettem, vagy a napirendek előtt ismertettem a képviselőtestületet, azzal, hogy milyen fontosabb események történtek ugye az elmúlt időszakban. Ennek azért a javarészét ugye a december és a január végi testületi ülés tekintetében mégis a dr. Papp László városi sportcsarnokunkkal történt tragédia azért ennek jó részét fölemésztette. Próbáltam beszámolni a képviselőtestületnek december 28-a és január 27-e között mi történt ebben az ügyben. Egyébként ugye ma is közel 2 órás megbeszélést tartott az a kis stáb, amelyet felállítottunk konkrétan sportcsarnok ügyben. Egyre bonyolultabb persze az ügy, de ma is sikerült olyan döntéseket hoznunk, hogy dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrral még most mielőtt idejöttem, beszéltem is, ugye megjelent egy magyar közlöny, ugyancsak január 27-én, ami ugye a belügyminiszter, Szentesváros polgármestere bevonásával egy előterjesztés előkészítésére hívja föl, amit a magyar kormány részére nyújtanak majd be a sportcsarnok ügyben. Tehát ez volt a napirendek előtt, majd ugye bemutatta magát, én felkértem ugye Takács Gábor urat, Szentesváros új főépítészét, aki ugye nem ismeretlen ember itt a városi közéletben, példának okáért azért sem, mert ugye a Szentesváros Szolgáltató Kft-nél ő a városfejlesztési csoport vezetője már hosszú ideje, és minden olyan pályázati rendszerünkben, pályázatainkban, amelyek az elmúlt időszakban itt megvalósultak, abban már tevőlegesen részt vett. De így most már a főépítészi feladatokat is 2022. január 1-től ő viszi, én úgy gondolom, és ezt láttam az elmúlt években is, egy nagyon agilis, felkészült, természetesen minden végzettséggel rendelkező jó szakember, aki minden pillanatban itt tud lenni szentesen, nem szentesi, polgári ugye mind szenti, de ettől függetlenül szerintem azért 90%-át a napjának itt tölti városunkban. Én, amit eddig láttam tőle, van nagyon megelégedett voltam, és szeretném, hogy a főépítészi tevékenység, a főépítészi munkakörhöz tartozó feladatokat és ugyanilyen agilitással és ugyanilyen jó szakmai munkával végezni, de én erre biztosítékot is láttam az elmúlt időszakban. A Városrendezési Fejlesztési Bizottságban is változás történt, Bakó Dániel úr lemondott a bizottsági tagságáról, és dr. Kormányos József úr lett megválasztva, miután az eskü ezerskült letette a képviselőtestület előtt, én is egy készfogással és jó munkát kívántam neki, jó együttműködést a következő időszakra, mármint külsős bizottsági tag. Hát aztán a képviselőtestület az előterjesztéseit megtárgyalta, volt zárt üléses anyagunk, de itt már olyan különösebb viták nem igazából alakultak ki. Volt egy-két döntés, amelyet a testületnek meg kellett hoznia, de a mindennapokban történnek igazából ugye azok a döntések. A mai nap is eddig is elég sűrű volt, amely azért jövőnket befolyásolja. Készülünk a 2022-es évre nagyon. Ugye nem soká majd országgyűlési képviselői választások lesznek. 60 napon, bocsánat, az április 3-ai választásokig, addig azért egy eléggé felfokozott időszak lesz.
jegyzőúrral egyeztettük, hogy előfordulhat, hogy a márciusi ülés az vagy eltolódik, mármint visszább az időben, ugye nem lehetett akkor látni még, bocsánat, amikor a 2022-es munkatervünket elkészítettük, hogy a választások napja hova fog esni. Itt is, ugye mivel a helyi választási iroda itt működik, Szentesen itt azért eléggé sok munka lesz ezzel, és lehet, hogy mozdítanunk kell a márciusi testületi ülés időpontját, vagy éppen el kell halasztanunk egy későbbi időpontra. Tegnap éppen Balogh Szabó Imre rendőrezredes kapitányság vezető volt nálam, és ugye a rendőrségi, illetve a tűzoltósági katasztrófa védelmi beszámoló is márciusban szokott lenni. Lehet, hogy ezt az április ülésen fogjuk például tárgyalni. Úgyhogy a testület végzi a munkáját, most ugye ezzel teljes lehetősége is van, most visszautalva egy kicsit a különleges jogrendi időszakára, amikor a bizottságok testületek nem működhettek, viszont most minden egyébként a normál kerékvágásban van, ahhoz képest is, hogy azért látjuk, hogy a pandémia még velünk van. Nézzük a város költségvetését, hiszen a februári hónap az a hónap, amikor be kell nyújtani, hogy bár ezt a költségvetést az önkormányzatnak. Hogy áll most ez jelen pillanat az önkormányzat? Van-e kiesés, vagy mivel és hogyan tudnak számolni majd? Minden nap órákat töltünk, és ez a mai napra is jellemző volt. Én, alpolgármester úr, illetve a pénzügyi iroda vezetője Balogh Imre úr a költségvetés tervezésével. Tegnap a Tonesznék is Ildikót is bevontok iparűzési adó tekintetében, természetesen tisztában láthassunk. Hát ez annyira nem jön össze persze, mert május 31-kel a bevallásokat a cégeknek, vállalkozásoknak megadni, és egy nagyon nagy része az önkormányzat bevételének az a helyi iparűzési adó kérdése. 2022 sokkal nehezebb, mint 2019, 20 vagy 21 volt. Mindannyiunk látja, akár a magánéletéből is, vagy ha valakinek van vállalkozása, azon belül hova alakultak az árak az elmúlt évhez kapcsolódóan. Én csak tegnap is páromnak egyetlen Facebook bejegyzést mutattam meg, ahol egy férfi egy nagy lemeztáblával áll, mint hogy a drágámmal itt állok a kamera előtt. Ott volt egy 2020-as, talán augusztusi ár, amikor ez a tábla lemez több mint 8000 forint volt, majd most januárban ez már majdnem 32000 forint. Na most ez azért számít természetesen a városnak is, nem az konkrétan, hogy egy lemez, egy tábla lemez ára mennyi, hanem a hozzá kapcsolódó bármilyen költség, legyen az élelmiszer nyersanyag beszerzési költsége, lehet az a gáz vagy a villamos áram beszerzésének a költsége, és bármilyen a projekthez tartozó egyéb szolgáltatás vagy anyagbeszerzés, vagy éppen a kivitelezési munkák beszerzése, mert hogy sajnos az látható volt csak az elmúlt év tekintetében, és én személy szerint is a saját házunknak ebben a felújítási programban mi is részt vettünk, most tartunk az elszámolásnál, és ugye körbeszélgeteltük, nyilázárót cseréltünk. Néhány hónapon belül több 10%-os áremelkedés volt tapasztalható, mind az anyag, mind a kivitelezési árképzésekben. Na most ez az önkormányzatra hatványozottan sajnos rátartozik és kezelendő feladat. Egy számot hagy mondjak csak, ugye az önkormányzat hivatalánál, az önkormányzatnál és intézményeknél a garantált bérminimum, a minimálbér emelkedése, ami azért most egy egész komoly nagyságrend volt, ezt ugye erre állami kompenzációt kapunk, ez több mint 200 millió forint egyébként, amit mi így normatíva emelésként megkaptunk, de azok a gazdasági társaságaink, akik vagy non-profit, vagy for-profit korlátolt felelősségi társaságok, ott 10 milliós nagyságrendben jelentkezik. Hát csak a városellátó non-profit Kft-nél több mint 60 millió forint az, amivel az önkormányzati támogatási igény 2022-re megnövekedett, és ez kifejezetten bér és járulék ügyben történik. Na most az, hogy az energiahordókat
hordozókat sokan magasabb árfolyamon tudjuk a szerződéseket lekötni, és egyáltalán megkapni, tehát például az üdülőközpont nagyon-nagyon előnyes szerződést kötve is dupla áron kapja az áramszolgáltatás, mint az elmúlt évben. Ebből látható az, illetve a 2020-21, ugye 22-ben már harmadik éve vagyunk a koronavírus időszakában, és az EU-hoz tartozó olyan típusú intézkedések, ami a gépjárműadót, iparűzési adót, annak bizonyos mértékű csökkentését a részünkre és a vállalkozások részére is természetesen meghatározza, ugye itt az iparűzési adónál az egyéni kis- és középvállalkozások iparűzési adó csak felemértékben kötelesek megfizetni. Így ez most már harmadik évben lenne ebbe a szituációban, és ugye azt sem akarom nem mondani, hogy 2021-ben is kaptunk kompenzációt a magyar kormánytól iparűzési adó tekintetében. A általunk kalkulált 331 millió forintos kiesésből 280 millió forintot visszakaptunk, de ugye ott is volt egy mínusz 51 milliós számla vége, közel 90 millió forint gépjárműadó, és ugye 2020-ban minden önkormányzat úgy érezte, vagy a jobb önkormányzatok, bocsánat, úgy megkülönböztetve jobb, hogy talán jobb bevételekkel rendelkező önkormányzatokat, hogy azt úgy fél lábon kibírjuk. Az sem esett jól, mert természetesen fejlesztésekből kellett elvenni azokat a forrásokat, amivel pótolhattuk ezeket a kieséseket, vagy azok a fejlesztések egyáltalán nem valósultak meg, de erre is 2021-et gondoltuk, ugye a idézve felemelkedés évének, vagy ennek a korszaknak a kezdetének, hogy elköszönünk ettől a vírus ügytől, és már a normál ügymenetben tudunk tovább menni. Ehhez képest a 21, sőt a 22, és ugye ahogy halmozódik évről évre, már ez ebből a néhány számból is látható, az, hogy fél milliárd forint fölötti az az összeg, ami a működésből hiányzik. És ugye a fejlesztések terén több pályázatunk nyert, ma is adtunk be egyébként éppen a Hungarikum pályázatokat, kettőt, de meg még van bent ilyen külterületi útfejlesztés, közel 200 millió forintos pályázatunk, ugye 430 millió forintos, ugye képviselő úr közreműködésével a miniszterelnökségtől kaptunk egy ilyen forrást, sokszor elmondtuk már kurcapart fejlesztése, bár, és ugye ingatlanszerzésre plusz futópálya kivilágításra, illetve belterületi útak fejlesztésére. Érdekes, hogy nagyon sokszor elmondtam már, de úgy néz ki, hogy nem tudom elégszer elmondani, mert hogy a közösségi médiumon láttam azt, hogy valaki kimatekozta azt, hogy ezt a közel 400 méteres kurcapart fejlesztés, ezt mi 430 millió forintból valósítjuk meg, és 1 millió forintba kerül egy méter. Ez azért nem helytálló, és nem jó, ha ez így kimegy, mert ugye elmondtam jó néhányszor, hogy ez négy projekt elem, tehát ez már maga nem valós, és a városunk bruttó elszámolású, tehát nem tudunk áfát visszaigényelni. Ebből a 430 millióból természetesen például kezdésként 27% áfát be fogunk fizetni, úgyhogy ezt mind visszanézzük, akkor jóval, de jóval szerényebb az összeg, hát úgy satszoljuk, hogy olyan 250 millió forint bruttót tudunk elkölteni úgy a kurcaparton, hogy ez a fejlesztés a Makkai híd és a Kis-Zsigmond híd közötti kurcapart mindkét részét érinthesse. Tehát egy kicsit úgy azt kérném, hogy ha valaki nincsen úgy tisztában ezzel, akkor inkább egy e-mailen egy rövid kérdés, vagy szívesen elmondom a nagyobb fórum előtt is, csak próbáljuk meg mindent a maga helyén kezelni, és a lehetőséget így bontogatni. De visszatérve a költségvetésre, mert hogy a februári hónapban mindig ez az a nem sláger téma, hanem erőteljesen kötelező feladat, amiért a polgármester egy személy felelősséget is vállal a végén, hogy december 31-ig a költségvetési rendelet passzusait betartsa és betartassa mindenki mással is. Ez egy igazán nehéz kihívás. Nagyon komoly, több mint 800 millió forintos működési hiánnyal indítottuk el a költségvetés tervezését. Ezt úgy kell értelmezni, hogy effektíve nem hiányként jelentkezett is, és óriási probléma legyen, hogy óriási problémában vagyunk, hanem az összes beérkezett igény és az összes beérkezett
elvárás és az összes beérkezett lehetőség ad ki egy ilyen nagy ökölszámot, ha hívhatjuk így, vagy hívjuk is néha így, és ebből kellett megalkotni azt, hogy a végén egy vállalható, törvényesen természetesen egy nullás költségvetést hozzunk ki úgy, hogy abba azért még valamennyi fejlesztésnek is hagyhassunk helyet. Na most önkormányzatunk azért megítélésem szerint 2019 őszétől, amióta én vagyok a város vezetője, törekedett arra, hogy pluszokat is létrehozhassunk, és hál' Istennek nem akarom önmagam fényezni, vagy úgy egyáltalán, de azok a lépések, amiket megtettünk, ingatlan értékesítések, ipari park terület értékesítések, épp holnap megyek Budapestre egyébként aláírni az adásvételi szerződést a téglagyár, a Volt Bautem téglagyár tekintetében, tehát minden ilyen ügylet, amit végigvittünk, és az elsőtől az utolsóig garanciát és felelősséget is vállalok személy szerint, én is ezeknek az ügyleteknek a törvényességére, legalitására és gazdaságilag a város számára egy pozitív mi voltára. Ezek is elősegítenek abban minket, hogy a 2022 az egy viselhető, vállalható, de előremutató költségvetési év legyen Szentesváros tekintetében is, mert hogy nem csak ránk jellemző az, hogy nehéz a költségvetés összeállítása. Ugye említettem azt, hogy több mint 400 levelet küldtem ki megyei jogú városoknak, kisebb városoknak, kisebb-nagyobb településeknek is, mint egy segítségkérés gyanánt a sportcsarnokunk tekintetében, és éppen ma is kaptam vissza megyei jogú várostól olyan levelet. Sok támogatást is kapunk, de megyei jogú városoktól, többtől is kaptam már olyan levelet, hogy sajnos a 2022-es költségvetés nem engedi meg számukra, hogy ebben a segítségnyújtásban részt vehessenek. Tehát látszódik az, nem csak ennek vonatkozásában, hanem egyébként is, hogy így ebben a formában az önkormányzati rendszer lassan elér a fenntarthatatlanságig. Mondom ezt azért, mert amennyiben ez a koronavírus ügy így tovább megy, és remélem, hogy tényleg le tudjuk mondjuk idén nyáron zárni, mert az egészségügyi veszélyhelyzet az most június 30-áig él, és ugye épp itt ült ebben a székben Holma István ügyvezető úr is az SZSZ Kft-től, aki a riportban teljesen pontosan elmondta azt, hogy az élelmezési nyersanyag beszerzési lehetőségek oda kényszerítették a városi szolgáltató Kft-t, hogy ugyancsak Szentesváros önkormányzatától igényeljen támogatást arra, hogy egyáltalán a közétkeztetést ezen a szinten fent tudhassuk tartani. Tehát ugye semmilyen árképzésünkön nem változtathatunk, és itt nem az a cél, hogy emeljük meg mi is az árakat, de egyszerűen tarthatatlanná vált az, hogy mondjuk egy 80 forintos uzsonna vagy 10 órai az megfelelő minőségű lehessen és megfelelő mennyiségű lehessen. De ez egyetlen tétel, a városnak millió egy ilyen ügye van, ahol egyszerűen csak, bocsánat, hogy rossz szó használattal, de update-elnünk kellene az árakat legalább arra a szintre, hogy a szolgáltatás, vagy a mondjuk a szolgáltatások színvonala az egy kicsit a korral, a 2021-22-es változásokkal valahogy léptéket tudjon tartani. Visszatérve a költségvetésünkre, ugye február 15-én fogom először benyújtani, de akkor egyúton meg is kérem a rendkívüli testületülésem a képviselőket, ugyanúgy, mint ahogy ez nálunk szokott is lenni, hogy a február végén tartandó testületülésen tárgyalja érdemben 2022 költségvetési rendeletét, de addigra egy olyan költségvetési rendelet tervezetet fogunk a képviselőtestület elé nyújtani, amely vállalható számokat fog tartalmazni. Hamarosan tehát aláírja a polgármester úr a városnak a költségvetését. Említette már nyilván a sportcsarnokot, és nem mehetünk el ilyen kevés szóval mellette. Ugyebár elkülönített számla van továbbra is, ahova jöhetnek az utalások. Nagyjából mekkora összeg van most azon a számlán, és mire fordítják majd azt? Ugyebár a polgármester úr régében említette, hogy
van egy környezete is ennek a sportcsarnoknak, tehát hogy fákat kellett kivágni, hogy odaférjenek a tűzoltók. Erre lesz fordítva, inkább a környezetnek a megszépítésére az összeg, ami összegyűl majd azon a számlán, illetve ugyebár sátrat építenek majd. Az mikor fog elkezdődni, hogy látja, van-e már tervek ezzel kapcsolatban? Akkor inkább kezdjük a sátor üggyel, mert az lesz a hamarabb és gyorsabban megvalósítható kérdéskör. Ugye amikor a kormányinfón elhangzott az, hogy Szentesvárosának segítő jobbot nyújt a magyar kormány a leégett sportcsarnokunk vonatkozásában, akkor ott két megfogalmazás került pontosítva. Az egyik az volt, hogy egy ideiglenes létesítménnyel támogatja a városunkat annak tekintetében, hogy több iskola is, ugye nem teljes kizárólagossággal, de eléggé rendszeresen használta a sportcsarnokunkat, akár a mindennapi testnevelés órák megtartása tekintetében, akár egyéb vonatkozásban is. És ugye erre az lett a megoldási képlet, hogy a belügyminiszter úr megbízta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságot, hogy ezt az ideiglenes létesítménynek a koordinálását ezt folytassa le velünk, és együtt találjunk olyan megoldást, ami mind helyszínében, mind egyéb funkciójában ezt az elképzelést, ezt az akarat kinyilvánítást tudhassa teljesíteni. Na most el is jutottunk odáig, egyébként kettő szerződést pont a mai napon írtam alá, az egyik a sátor állításának a szerződése, a másik pedig a gépészeti módosításoknak a szerződése, hogy ugye a magyar állam rendelkezik egy 15x 30 méteres és 6 méteres belmagasságú olyan sátorral, ha már így nevezhetem, ami ugye hűthető, fűthető, ez megfelelő bejárattal, zsilipes bejárattal, illetve vészkijárattal rendelkezik. Mindenesetre leszűkítettük oda az ügyet, hogy egyetlen egy helyszín, ugye testetülésen is mondtam, a Klauzár Gábor általános iskola rekordtán pályáján felállítható ez a létesítmény. Ugye én azt múlt csütörtök este kaptam arról információt, de minden nap nézem, ma is néztem a tegnapi megjelent magyar közlönyt, sajnos még nem voltunk benne, hogy ugye mi egy kalkulációt képeztünk erre, hogy ennek a sátor állításnak és kettő éves fenntartásának milyen költségei lehetnek, ez több mint 70 millió forint egyébként, hogy erről már született döntés, és várjuk nyugalommal a magyar közlöny megjelenését, mert hogy elfogadták ezt a kalkulációt, amelyet ugye ide benyújtottunk. Ez a sátorügy, ez most a szerződésben, amit ma aláírtam, a leghosszabb dátum, amíg ennek a sátornak fel kell itt állni ezen az adott helyszínen, amit említettem, ez február 28-a. Na de ma még csak február 2-a van, és ugye a vállalkozóval ez meg van beszélve, hogy mihelyt a magyar közlöny kijön, szerződés már a részünkről alá is lett írva, a lehető leggyorsabb időpontban. Múlt pénteken lett volna, de akkor egyébként is olyan időjárási körülmények óta is emlékezzünk a vasárnapi napra, amely kifejezetten kritikus volt városunk szempontjából is. Ugye akkor már ilyen 30-40 km/h szél volt, például felállíthatatlan ilyen időjárási körülmények között. Tehát lényeg az, hogy én azt úgy gondolom, hogy egy héten belül ezt a sátrat a sportközpont munkatársai felügyelete mellett és mondjuk kezelése vagy üzemeltetése mellett ezt igénybe fogják tudni venni az iskolások, és ugye ebből a Klauzár Gábor általános iskola diákjai sem maradhatnak ki, tehát a szervezés kérdésének kell lenni, hogy az otthoni gyerekek is tudhassák használni ezt a létesítményt. A sportcsarnok ügye az már az, ahogy említettem is, minél jobban mélyedünk be, annál bonyolultabb, de minden esetre a feladat az adott. Ma is ezzel közel 2 órát töltöttünk el, az a kis belső csapat, aki minden héten földolgozza az elért eredményeket, meg egyáltalán azt az állapotot, amiben a csarnok van. Ugye múlt vasárnaptól annyit a csarnok külse is változott, hogy ott is ennek az orkán erejű szélnek, ahogy láttam, Szentesen a legnagyobb széllökések 109 km/h voltak, és ott is a tetőszerkezetet egy kicsit fölhajtogatta a szél. Na most tartunk ott, hogy megvolt az első helyszínelés, és már most a szakértői vélemény
egyes részben, bár még egy picit persze homályosan fogalmazva, de már megtette azokat az első instrukciókat, amely alapján például most 3 cégtől kértünk ajánlatot Alpin technikával, hogy akár a napelemek, akár ezek a felső lemezrészek eltávolítása mikor indulhat meg. Haladunk előre, és ma is egyeztettem dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úrral. A belügyminisztérium most már ugye kéri tőlünk ennek a szakértői véleménynek a meglétét, amiben a gépészet, statika, minden egyéb más megfogalmazza majd azt, hogy milyen állapotban van a sportcsarnok itt Szentesen a káresemény után, és milyen elképzelések mentén tud a megújulás megvalósulni. És itt több elképzelés van, amit már itt-ott mondtam is. Tehát ennek a megújítása, ezen a helyszínen egy új sportcsarnok építése, adott esetben egy C variáns is benne van ebben a pakban, ez pedig más helyszínen egy új sportcsarnok építése, de mindent először is meghatároz majd a szakértői vélemények miensége, és mikor az előterjesztésnek, a magyar kormányhoz történő előterjesztésnek ez egy részét alkotja, kiegészítve az összes más információval, hogy a döntéshozók ebben egyértelműen állást tudjanak foglalni, és döntést tudjanak hozni. Utána látjuk meg mi is azt, hogy a döntés miről született meg, és azon az úton tudunk elépülni a sportcsarnok, elindulni a sportcsarnok megújulása érdekében. Na most elkülönített számlaszám, csütörtökön még arról tudtam beszámolni, hogy kb. 9,5 millió forint van ezen a számlán. Ez a mai napra most már 11,5 millió forintot tesz ki. Azóta Alja Nagyközség önkormányzata is azt a bizonyos 1 millió forintot átutalta. Ez most történt meg a napokban, illetve magánfelajánlások, benne volt ebbe úszóverseny, illetve még volt valami, amit nem szeretnék elhibázni, a Szentesi Élet Kft. Is például indított egy akciót, közel 100 ezer forintot tudott átutalni, erre ezáltal ugye lettek újabb előfizetők is a Szentesi Életnél, és ugye voltak ezek a jótékonysági rendezvények, amelyeknél ugyancsak történtek utalások, tehát most itt tartunk. Amit ígértem, azt ma is ígérem, és mindörökre ígérni fogom, hogy az az összeg, amit tényleg nagy lelkűen mind cégek, mind magánszemélyek, vállalkozások és mindenki más kisebb-nagyobb szerveződések, csoportok átutaltak, ez teljesen transzparens, átlátható módon lesz elköltve. De éppen most tudatosultunk, ugye voltam a Zsoldos Ferenc Technikum szalagavatóján itt péntek este, amit ugye a megyeházán tudtak megtartani 2 felvonásban idézőjelben, mert hogy nincs akkora helyszínünk most, hogy ezt egy nekifutáson meg lehessen tartani. Akkor is eszembe jutott, hogy mennyi olyan kiegészítő elem volt a sportcsarnokban, nagyon nagy méretű függönyök és egyéb más kiegészítők, amelyek ugye például a szalagavatóknál azokat nem kellett bérelni újra vagy újra megvenni, hanem ezeket lehetett használni, de ezek a káresett martalékává váltak. Tehát, hogy vagy a sportcsarnokon belül, vagy éppen a közvetlen környezetében lesznek ezek a pénzek, források elköltve, de előre látom azt, hogy nem, biztos nem lesz elég majd, mert ahogy az idő telik, azok az eszközök, amik még ma ennyibe kerülnek, adott esetben 1-2 év múlva más milyen áron fognak eladóvá lenni, illetve látható az, hogy egy ilyen sportcsarnokra maga a belső berendezésekre is nagyon-nagyon sok pénzt el lehet költeni, de azt ígértem, hogy praktikusan, nagyon gazdaságosan lesz az elkötés, és legfőképpen teljesen átlátszó módon. Tehát továbbra is azt kérem, most több dolog van itt a képben, tegnap Windheim József úr, az OTP regionális igazgatója volt nálam egy rövid tárgyaláson, és most az OTP is gondolkodik a helyi fiók, hogy mivel tudná még segíteni. Nem akarom lelőni a poén, de le fogunk valószínűleg
együtt egy tájékoztatót adni majd, hogy egy újabb formával és a helyi fiók, az OTP-n nyerté tudja majd egy lehetőséget biztosítani, hogy az emberek tudhassanak a sportcsarnok ügyében. És még egy elvárás volt, vagy egy kérés volt, hogy aki ugye nem rendelkezik bankszámlaszámmal, de szeretné ezt az ügyet támogatni, akkor részükre valamilyen megoldást tudhassunk. Ugye erre jöttek ezek a rendezvények és az ott felállított olyan típusú urnák, amelyekbe a pénzt lehetett gyűjteni, és most elindultunk, és már majdnem a végén vagyunk egy olyan ügynek, hogy egy csekket is szeretnénk, tehát csekk formában megkeresni a helyi lakosságot, amennyiben úgy gondolják, és már előre is nagy tisztelettel megköszönöm azt, hogyha néhány száz forintot, néhány ezer forintot, amennyit tudnak erre az ügyre fordítani, most úgy néz ki, hogy csekk formájában is lehetőséget biztosíthatunk majd. Most ezt mi egy borítékba fogjuk kiküldeni, Szentesváros önkormányzata pecsétjével, és te végig ki lesz töltve a csekk, ugyanúgy, mint mikor mi megyünk bármilyen csekket a postákon befizetni, és ott amennyiben erre lehetőségük van, akkor ilyen formában és utalás nélkül is meg lehet majd ezt tenni erre a bizonyos elkülönített számlaszámra. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó munkát kívánok akkor önnek is, az önkormányzatnak is, és akkor legközelebb majd innen folytatjuk. Reméljük, hogy még ennél is jobb hírekkel. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sokat tudok beszélni, ebből is látszik, hogy alig jutottunk el a fejlesztési témákig, de majd legközelebb akkor innen folytatjuk. Én még egyszer köszönöm a meghívást. Ezzel napi aktuál rovatunk végére értünk. Reklámokkal folytatódik műsorunk, majd kulturális magazinunk a Paletta nyílik ki. Visszavárom Önöket! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Varázslatos téli tájakon. Éld át a legszebb pillanatokat, és szeresd felejthetetlen emlékeket. Utazd itthon, és töltődj fel élményekkel. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A Rózsavölgyi Szalon előadásában láthatjuk a Kossuth díjas Szabó Magda világhírű regényének nagy sikerű színpadi változatát, az Őz című darabot Gáspár Sándor és Nagy Mari főszereplésével. Az Őz a kegyetlen őszinteség regénye, a féltékenység, az irítség, a szenvedélyes szerelem és az igaz barátság története. Ne felejtsék, február 5, szombat este 7 óra. Csokolom, angélának, Őze. Thank you.
far from home. Need a hand that shakes my hand, an arm that holds. A place where you belong, smile invites you in from the cold. A home that you had built from the ground. Sziasztok! Hazajöttem, és maradok. Valósítsd meg az álmod, ott, ahol születtél. Mobil, vezetékes és folyamatosan bővülő technológiai megoldásainkkal vállalkozásod sikere már nem a helyétől függ. Together we can. Vodafone Business. A koronavírus okozta gazdasági válság után Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira. A Gyurcsány korszakban magas adóterhekkel sújtották a munkavégzést és a jövedelmet. Mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk. Folytatjuk az adócsökkentés politikáját. A 25 év alatti fiataloknak januártól nem kell jövedelemadót fizetniük. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. A Szentes Televízió kulturális magazinja a Paletta jelentkezik. Témáink a mai napon egy-egy mondatban. Fehér Szilvia írónő Mielőtt mind megérkeztünk című novellás kötetét mutatták be a Városi Könyvtárban a Magyar Kultúra napján. Varróné Szabó Ildikó, a Művelődési Központ volt igazgatónője, volt az Arcképek Szentesről sorozat legutóbbi vendége. A Veszprémi Petőfi Sándor Színház vendégjátékát az Esőembert láthatta a közönség a Tóth József Színház és Vigadóban. A Szentes Városi Könyvtárban a Magyar Kultúra napján író-olvasó találkozót szerveztek, melyre Fehér Szilvia írónőt hívták meg, hogy mutassa be új Mielőtt mind megérkezünk című novellás kötetét. A szerzőt és a megjelenteket Salainé Gresso Klára, a könyvtár igazgatónője köszöntötte, és emlékezett meg a Magyar Kultúra napjáról. Ezt követően Molnár Henriett tanárnő beszélgetett az írónővel. Ezt a város nagyon barátságos, de hát mostani alkalom ez a könyvbemutató. A Covid miatt most jutottam el, mint könyvbemutatóval ide először a könyvtárba, ez egy kedves emlék lesz. Én óvodás koromban még nem annyira szerettem verselni, olvasni iskolás koromban sem még, viszont amikor főiskolás lettem, akkor a szegedi főiskolai labba úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy-két novellát írni, úgyhogy akkor kezdődött, de ez nem sokáig tartott, abba maradt egészen 25 évre. És hát egy olyan 4 évvel ezelőtt döntöttem újra úgy, hogy megpróbálom megint csak az írást, és rájöttem arra, hogy ezt meg is kell tanulni, ez nem úgy születik valaki, hogy íróvá vagy költővé válik, és akkor én sok tanfolyamra elmentem, járok azóta is, és hát most már 2 kötetem meg is született. Hogyan születnek meg a témák? Én úgy gondolom, hogy először mindenféleképpen, ami kell egy íróba, költőbe, hogy valami olyan érzés legyen, amit ő el akar valahogyan mondani. És talán attól másabb azért az, hogy ezt mondjuk versbe foglalja, a regénybe, hogy más szavakkal akarja elmondani, mint ahogy azt tenné mondjuk egy újságíró. És ezek az érzések utána már, az teljesen mindegy, hogy milyen formát öltenek, hogy milyen korba kerülnek bele, milyen közegbe, mert örökké állandóak. Én azt látom, hogy a sok száz év alatt nem változtak azok a problémák, amik foglalkoztatnak bennünket, és éppen ezért teljesen mindegy, hogy milyen bundába, milyen korba kerül bele. Nálam először ugye az érzés van meg, hogy mi az, amit el szeretnék mondani, amit mondhatnám, hogy ki akar üvölteni az ember magából. Utána kell hozzá találni egy ruházatot,
sorozatot, egy kort, egy szereplő gárdát, és azt próbálom én nagyon változatossá tenni. Azt szokták mondani az írók, hogy egy író, egy mai író a mai korról írjon csak. Én ezt egy szabályt picit megszegem, mert úgy gondolom, hogy nem csak a mai korban aktuálisak ezek, hanem ugyanúgy mondjuk éppen a párizsi Notre Dame építésében és abban a korban élő embereknél, ugyanúgy, mint mondjuk ma Svédországban. Bárhova tehetem, mindig helytálló minden gondolat. Én úgy gondolom, hogy ha valaki tényleg írni szeretne, akkor nagyon ott kell lenni abba a korba. Ahogy szokták mondani, amit mi magunk élünk meg, azt tudjuk leírni. De hát nem volt lehetőségem ott lenni mondjuk a Notre Dame építésénél, és éppen ezért valamilyen módon azért oda be kell húzódni abba a közegbe. Ebben nagyon jó segítséget ad manapság az internet, a YouTube filmeket megnézni, ott lenni. Például az egyik novellám a Szerebrenicai mészárlásról szól. Azért ott nagyon ott kell lennie, nagyon nagy kutató munka kell, hogy semmi olyasmit ne írjunk, ami nem felelt meg a valóságnak, de mindeközben nem történelmi leírást teszünk, hanem az átlag embernek az életét mutatjuk meg, hogy ott mondjuk mi történhetett. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ott legyünk, és ebben nagyon nagy segítséget ad például az internet, olvasmányok, akár nem csak magyar nyelvűek, és akkor tényleg én is ott ülök velük, akár vagy a Notre Dame kövén, ahogy építik, vagy éppen azon a buszon, ahol viszik. Nagyon-nagyon fontos, nekem legalábbis a kutató munka az a gondolat, hogy előjön, sokkal hosszabb, mint megírni azt a művet. Úgyhogy hát talán ennyiben másabb, hogy nincs ez a most hirtelen azt gondolom, hanem tényleg be kell húzódni abba a kis fészekbe, hogy ott legyek abban a jelenetben. És akkor beszélgessünk egy kicsit a két könyvről, mit kell róluk tudni? Tavaly előtt jelent meg a két állomás között novellás kötet, ez az első könyvem a két állomás között. Azért kapta ezt a címet, mert úgy gondolom, hogy maga az életünk is ugye két állomás között zajlik, két nagyon fontos állomás között, és itt próbálunk ezeken az állomásokon megfelelni, élvezni az életet, hiszen mindenkinek csak egy utazása adatik meg. És hát kicsit kapcsolódik a valóságos utazáshoz is, mert azt a keretet szerettem volna neki hozzáadni, hogy ha valaki tényleg utazik, akkor akár ott is találjon időt az olvasásra. Oly kevés ma az időnk az olvasásra. Úgyhogy így minden novella mellett itt a szélén mutatja egy picit a leírás, hogy annak az adott novellának hány perc, mennyi idő az elolvasása. Tehát, hogyha valaki mondjuk Szentesről utazik Szegedre, akkor meg tudja nézni, hogy hány perces utat választott magának autóval, vonattal, jó esetben nem ő vezet, és hát akkor ennek meg fenn tud választani. És hát innen jött utána, ami most évvégén jelent meg a második kötetem, a Mielőtt mind megérkezünk, szintén ugyanez a vonalvezetés, és hát testvérkéje is az első kötetnek. Itt is azért a megérkezés egyfajta végső megérkezést is jelenthet. Két állomás közötti utolsó lépcsőfok? Hát az majd igen, de hát még mielőtt tényleg megérkeznénk, elég sok minden zajlódik itt nálunk, és elég sok esemény azért az életünkben. És hát mindenki dönt, hogy hol száll le, hogy melyik állomást hogyan élvezi. Én a novellát azért találtam a megfelelő műfajnak, mert én azt nagyon-nagyon szeretem. Másrészt pedig talán, ha ma azt mondhatjuk, hogy nagyon keveset olvasnak az emberek, és kevés az idő az olvasásra, hát ha egy picit a novella, a kisebb terjedelmek ebbe tudnak segíteni, hogyha ennyi ideje van, is kapjon egy teljes történetet. Sok ilyen olvasós csoportban látom, hogy úgy panaszkodnak az olvasók, hogy ti nem jártatok még úgy, hogy elalszotok 5 perc után. És nem véletlenül járnak így, nem feltétlenül a mű a hibás, hanem az, hogy egy olyan inger gazdag környezetben élünk, legyen ez akár a Facebook, az internetvilága, hogy nagyon hamar elfáradunk az olvasásban, más agytekervényeket mozgatunk, és jobban szeretünk készen kapni mindent, például egy tévéműsort is, hamarabb megnézünk este, mint belekezdjünk egy regénybe. Én magam is járok úgy, hogy mire hétvégén újra olvasom a regényt, már nem emlékszem, hogy ó, most csak is volt ez a szereplő, mit is akart itt, és megint visszalapozni, akkor mindig ugyanott járok.
És hát ez arra is jó az időbeosztás, és hogy mennyire vagyok este fáradt, 9 perc, jó, annyit még elolvasom. És akkor az alakoknak a megformálása, egyáltalán személyisége való felruházása, ez hogyan történik? Érdekes, mert mindig van egy... Inkább úgy kérdezem, hogy élő személyekről, vagy elképzelt személyekről szól? Talán élő, valóságos szereplő nem is nagyon van a művemben. A második kötetben, amíg a víz a malomlapátról lepereg, az egy malomról szól, és ott azért a történetnek van valamennyire egy valós alapja, és a Molnárnak is, hogy ő ki lehetett, de hát van, az írónak joga van eltérni azért egy kicsit a valóságtól. Igazi valóságos szereplőm úgy nincs, és konkrét sincs, tehát, hogy valakiről formáztam meg, így senki nem fog magára ismerni, hogy na ez én vagyok a művedben. Bár azt szokták mondani, hogy óvatosan beszélgessünk egy íróval, mert megírja, amit elmeséltünk neki, de nálam így konkrétan nincs. De azért, hogy mégis milyen szerepkört kap, hiába indulok el, hogy én azt megtervezem, hogy nagyon sokszor volt, hogy teljesen más lett volna a cselekmény, és a közepénél valahogy meggondolta magát a szereplőm, a főszereplőm, és más irányba ment, és ez olyan sokszor van, hogy azt érzem, hogy mégsem ezt akarom belőle kihozni, vagy ne így legyen, vagy ne így cselekedjen. Úgyhogy érdekes, pont fogunk ma erről az olvasó találkozón beszélgetni, hogy érdemes úgy olvasni például könyveket, hogy megállni a vége előtt. Tehát amikor jön az a tetőpont, hogy na én mit tennék? Mert valójában a művészetnek ez a feladata, hogy nem tudunk ennyi helyzetet átélni, de ha olyan helyzetbe kerülnék, mit tennék? És hogy álljon meg az olvasó, és mondja azt, hogy na én ha én lennék a főszereplőjében, mit tennék? Nincs valószínűleg, nincs helyes út, hogy na így kell, és nem lesz rossz attól egy regény, hogy na nem így lett, ahogy én mondtam, én jobban tudtam volna kitalálni, de érdemes így megállni, mert az én szereplőim még akkor is így tesznek, mikor írok. Szerencsére szerintem nincs úgy korosztályhoz kötve, azért talán alsósoknak nem nevegyük el a kedvüket az olvasástól, ez még nem az ő műfajuk, amúgy is vigyázzunk kell, hogy mi a kötelező olvasmány azért egy általános iskolai korban. A középiskolások, nagyon-nagyon szeretem őket, hihetetlen jó aggyal, a mai kort elég gyorsan felismerő gondolkodásrendszerrel rendelkeznek, úgyhogy középiskolások igen, de szerintem a felnőttek, mondjuk 20-tól, ha így veszem a felnőtt kort, 20-tól 120-ig bárki nyugodtan olvashatja. Az Arcképek Szentesről című sorozat következő vendége Varróné Szabó Ildikó, a Művelődési Központ volt igazgatónője volt. Pályakezdőként az intézmény minden területét végigjárta, majd ezt vezetőként kamatoztatta. A 35 év legszebb, legizgalmasabb pillanatait elevenítette fel a vendégekkel, elárult kulisszatitkokat, a szentesiek kulturális életében fontos momentumokat, mindezt pedig régi fotókon követhette nyomon a szép számú közönség, barátok, pályatársak, melyeken olykor-olykor magukat is felfedezni vélték. Sikeres szentesiként születtem, szüleim is itt éltek, és hát mi is itt neveltetünk, és az összes iskolánkat itt végeztük. Ezek a képek, amiket hoztam, a családról is, családomat is bemutatják. Hogyan lett belőled Ildikó művelődés tervező? Egy picit ugorjunk vissza az időben. Az az igazság, hogy nagyon sokáig nem volt teljesen biztos, hogy hova fogom beadni a jelentkezésemet gimnáziumban. De az biztos, hogy világéletemben egy közösségi ember voltam, és amikor oda jutottunk, hogy eljött a február, és be kellett adni, akkor a magyar népművelés szakot választottam a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1985-ben végeztem, és augusztus 1-től már fel is vettek engem ide a Szentesi Művelődési Központba. Egyébként akkor volt is szabad státusz. Művelődés szervező egy nagyon összetett fogalom, szinte nagyon sok szakmát egybe forraszt magába, és azt is lehet mondani, hogy szinte a társadalom ütőerén tartja a kezét a művelődés szervező. Gondoltad akkor, hogy ez valóban így van? Igen, hát azért akkor még népművelőnek hívták. Ugye mondtam, hogy magyar népművelés szakon végeztem. A művelődés szervező az a rendszerváltás után lett divatos, de szerintem a népművelő szó sem volt rossz, ugyanis nekünk nem csak az a feladatunk, hogy szervezzük a programokat, hanem olyan programokat szervezzünk, amivel azért művelni is tudjuk a közönséget, hát természetesen olyanokat, ami egyébként az ő igényüket is kielégíti. Ifjúsági előadónak vettek fel, ugye 22 évesen kerültem oda, és én nagyon élveztem ezeket a programokat, hiszen még teljesen
közel voltam azokhoz, akiknek szerveztem. Aztán az évek folyamán úgymond kinőttem ebből, jöttek fiatalabbak, és akkor ők lettek az ifjúsági szervezők, és akkor utána már hozzám egyéb programok tartoztak, mint például a színház, később a nyári színház, a kiállítások, és valahogy úgy értem ezt meg, hogy minden kornak megvan a maga szépsége, ahogy mondani szokták, és valahogy én mindig pont azokat a feladatokat kaptam, amik akkor éppen testhez állók voltak. Egy vezetőnek talán akkor van könnyű dolga, és te sok-sok éven keresztül vezetted a művelődési központot, hogyha az egyes területeket végigjárja. Ez nálad így volt, ezt tudtad a későbbiekben hasznosítani? Igen, én nagyon is örültem ennek, és ahogy így elgondolkoztam az elmúlt 35 éven, szerintem nem is volt másik ilyen népművelő, legalábbis ez alatt az idő alatt az intézményben, akihez így az összes terület tartozott volna. Valahogy én pont úgy értem meg, hogy voltak fiatalabb kollégák, akik elmentek szülni, akkor amíg oda volt, akkor hozzám került ez az, aztán visszajött, akkor vagy visszavette, vagy nem. Utána megint valaki elment, például amikor Endrédi Néz Zsóka nyugdíjba ment, akkor került hozzám a kiállítás 1998-ba, és tehát mindig valahogy így olyan területek jöttek hozzám, amiket egyébként én is nagy kedvel csináltam. Azért az évek hosszú során nagyon sok telephellyel is bővült a művelődési központ, hiszen először volt megyeházánk, aztán lett szentesházunk, szecessziós ház, és hát most már ugye van Tóth József Színház és Vigadó is, tehát a feladatok egyre inkább növekedtek. Ezt hogyan lehetett érezni? Testületi döntés alapján megkaptuk ezeket az épületeket, de hát azért például a szecessziós ház is egy vadonatúj szép épület volt, hát ez egy kihívás volt, hogy ezt úgymond belakjuk és megtöltsük programokkal, ezt igyekeztük is megtenni. Szerintem az emberek is szerették ezt a helyszínt, mivel hogy szép új volt, szerettek oda jönni, csak hát aztán jött a pandémia, és akkor utána már megszűntek ott is a programok. A megyeháza ugye először a könyvtárhoz tartozott, de megmondom őszintén, hogy szerintem az a feladat, amit ott el kellett látni, az sokkal inkább illett a művelődési központ profiljába, hiszen fönt is kulturális programokat szerveztünk, lent pedig nyáron a nyári színházi előadásokat, és szerintem az abszolút jogos volt, hogy hozzánk csatolták két év után, két évig tartozott a könyvtárhoz. Most itt ezen az előadáson igazából a munkádról is kíváncsiak az emberek, egy kicsit a magánéletedre is kíváncsiak, nem tudom, hogy mennyit engedsz majd ebből mutatni, mert hát szerintem annak a hátteréről, hogy egy-egy ilyen programnak a megszervezés az előadókkal, együttesekkel való kapcsolatfelvétel hogyan ment, különlegességek, érdekességek lesznek-e majd itt az előadáson? Igen, nagyon-nagyon sok ember ismert. Az utcán sokszor volt az, mert ugye rengetegen láttak a nyári színházban, amikor teltház volt, vagy akár az idősek világnapján, nőnapi gálaműsoron mindig én köszöntöttem őket, és ott főleg ugye idősebbek voltak, és mindig nagyon kedvesek voltak, és ők már úgy érzékelték, hogy mi ismerjük egymást. De hát ugye én mind a 300 embert nem tudom megjegyezni ott hirtelennyébe, és nagyon sokszor volt, hogy az utcán láttam, hogy így néznek. Akkor köszöntem, hát mondom, biztosan valamilyen ismerős. Úgyhogy így rengeteg ismerősöm volt, meg van is, akik engem ismernek, esetleg én meg nem ismerem úgy őket. Tehát, ha azok közül valaki eljön ide, akkor azért megtudhat olyat rólam, amit egyébként nem, mert ő csak ott látott az előadásokon. Legemlékezetesebb szervezésed, ami nagyon jól sikerült, vagy esetleg nem is jött össze? Hát, most mondjam nagyképűen, hogy a szervezéseim mind nagyon jól sikerültek, viszont hát egy szervezés volt, de az nem rajta múlt, ami nagyon emlékezetes volt. Az még valamikor a 90-es években lehetett, amikor egy Ergo koncertet szerveztünk a Tóth József Színházban, szerveztem. És hát olyan nagy érdeklődés volt rá, hogy két előadást kellett meghirdetni, és 6 és 8 órai kezdettel, és 2500 fővel teltház lett volna. És mentem át a színházba, és akkor ott állt Guruczi Csika, aki a gondnok volt akkor, és akkor mondja nekem, hogy elmarad az előadás, mondom, ne vicceljem-e. És de azt mondja, tényleg, mert hát kettőre jöttek a technikusok, és hogy nem fér be a színpadra a cucc. Mondom, hogy nem fér be. Na mindegy, én is bementem, és láttam, hogy teljesen üres a színpad, és tényleg nem fér be, és közben 5-kor megérkezett a zenekar is, mert ugye ők nem együtt szoktak érkezni, a technika az mindig hamarabb jön, mint a szereplők. És hát akkor még nem volt mobiltelefon se, tehát nem is tudták őket értesíteni. És akkor teljesen leesett az álluk, amikor mondtuk, hogy sajnos nem lesz előadás.
esetleg még egy emlékezetes előadás, a Tóth József Színház utolsó előadása. Igen, az emlékezetes volt, mert ugye 2008-ban zártuk be a Tóth József Színházat. Szerencsére júniustól lett bezárva, úgyhogy az évi bérletes előadásainkat végig tudtuk vinni, és májusban az utolsó bérletes előadása az Ankónai Szerelmesek volt. A Szegedi Színészek előadásában egyébként nagyon nagy siker volt. Hát akik ismerik ezt a darabot, azt tudják, hogy az eleve sikerre van ítélve, mert vígjáték is, meg tele van olasz slágerekkel, és hát a közönség ezt mindig nagyon élvezi. És akkor volt az a pillanat, amikor az akkori polgármesterül, a Szirbik Imrével kiálltunk a színpadra az előadás kezdetén, és úgy kezdtem a mondókámat, hogy ne ijedjenek meg, nem mi fogunk föllépni, mert ugye ez nem megszokott, hogy színházi előadás előtt valaki bemegy és beszél, de hát ugye mivel ez volt az utolsó, így azért egy pár szót intézett a közönséghez. Igaz, hogy egy kicsit később lett a színházból valami, mert akkor reményteljesnek tűnt, hogy pár éven belül megnyílik, de hát most örülünk neki, hogy megnyílt és működik, és jó előadások vannak benne. Végül kiket tekintesz mentoraidnak így a pályád során? Hát elsősorban Kruzslic Pált, aki az igazgatón volt hosszú éveken keresztül. Tőle azért nagyon sok mindent tanultunk mi. Ugye, akik most a barátnőim is, ők is dolgoztak ott, mi együtt voltunk ott fiatalok, Pali kezei alatt, és hát ő azért így mindig adagolta nekünk a dolgokat. Igaz, hogy sok mindent azért magunktól is tudtunk. Például nekünk nagyon fontos volt mindig, hogy ott legyünk a közönséggel együtt, fogadjuk őket az ajtóba, amikor elmennek, akkor szintén köszönjünk mindenkinek, ezért alakított, vagy így tudtunk jó kapcsolatot kialakítani a közönséggel is. Meg persze beszéltünk is velük, hogy tetszett az előadás, esetleg mit szeretnének. Próbáltuk feltérképezni a dolgokat. És hát a kiállítás szervezés kapcsán ott elsősorban a dr. Tóth Attilát kell megemlítenem, aki művészetíró volt, sajnos már elhunyt ő is, és őre mindig számíthattam. Egyrészt azért, mert ő nagyon jól tudott kiállításokat megnyitni, ezért nagyon sok kiállítást is ő nyitott meg. Szerette is a közönség, mert mindig élvezetes volt a megnyitója. Másrészt ő is a Katonák és Alapítványnak is tagja volt, abban is aktívan részt vett annak a szervezésébe és lebonyolításába. Aztán a kiállítások szervezésében még sokszor számíthattam Aranyi Sándorra. Ő a Szegedi Szögárt Egyesületnek a vezetője, és hát ő maga is művész. Hát nem rengeteg, de azért egy-két évente mindig volt olyan kiállítás, ami ő általa került ide. Aztán nagyon fontos volt a topolyai kapcsolatunk, ugye Szentesnek legöregebb testvérváros a Bácska Topolya, és a kulturális kapcsolatok már a legelején kialakultak, és a kiállítóteremben hosszú évekig szeptemberben nyitó kiállításunk mindig a topolyai művésztelepről származott, aminek a vezetője Ádor Pál volt, és ő nagyon nagy elánnal és szeretettel és szakértelemmel szervezte ezeket a kiállításokat, amik mindig nagyon-nagyon színvonalasak voltak, mindig végzett képzőművészekről volt szó természetesen. És hát Pali bácsi az egy energiabomba volt, sokkal gyorsabban felszaladt a lépcsőn, mint mi, pedig jóval öregebb volt nálunk, és hát egy nagy veszteség volt, amikor elhunyt. Utána még Kollár László egy kis ideig átvette ezt a szerepet, akinek szintén még Pali bácsi csinált kiállítást a galériában, de aztán valahogy ez sajnos elhalt, meg a topolyai művésztelep aztán már nem is létezett. De mi még emlékét őrizzük. Mihály Niterikével minden évben el szoktunk menni Topolyára, és megkoszorozzuk a sírját, mert nagyon sokat köszönhetünk neki is. A Veszprémi Petőfi Sándor Színház vendégjátékát, az Esőembert láthatta a közönség a Tóth József Színház és Vigadóban. Az Esőember című történet hőse tipikus korunk gyermeke, egy arrogáns és magabiztos vagány világfi, a vállalkozások bajnoka, aki a körülötte élőket csupán mozaikként illeszti az üzleti tervek és kitűzött célok közé. Azt sem tudja megváltoztatni, hogy rég nem látott apja meghal, viszont megrázza a tény, hogy nem ő az örökös, hanem az intézetben lévő autista bátyja, akiről eddig nem is tudott, és aki a vagyon döntő részét örökölte. A két ember hosszú, közös utazása megváltoztat sok mindent a kettejük kapcsolatában, a kezdeti ellenérzést felváltja egyfajta testvéri szeretet. Igen,
Charles Sanford Babbitt, felelősségem teljes tudatában, fiamra, ifjabb Charles Sanford Babbittre hagyom azt a Mercedes gépkocsit, amely tönkretette kapcsolatunkat. Továbbá ráhagyom díjnyertes, nemesített rózsa töveimet is. Emlékeztessék arra, hogy létezik még tökéletesség a világon. Házamat és egyéb tulajdonaimat, ingó és ingatlan vagyonomat kezelés alá helyezem a mellékelt külön rendelkezéssel összhangban. Várjon, ez a vége, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a vagyon az adók és a költségek levonása után fennmaradó 7 millió dollár letéti alapba kerül meg nem nevezett kedvezményezett javár. Az ki? Ez a kretét buzerálta a kocsikot. Charlie Bennett. Na hát, hogy mikor, kocsi vasárnap, nem hétfőn. Apa mondta, vasárnap vezethetem, szép lassan a mellékúton. Jó sofőr vagyok, prima sofőr. Klasszikus modell, nem gyereknek való. Na jó, legközelebb majd az ügyvédemmel jelentkezem. Na nehogy az ülés nem valódi bőr, ez mi bőr? És nem is barna, rusnya piros. A valódi bőr, hú de drága dolog. Apa autójának tényleg barna bőrülése volt. Apa autójának barna bőrülése. Kapcsold be a biztonságévet, azért van. Ezt is mondogattam. Öreg? Honnan ismerette azt a kocsit, ha? Ismerem. 1976 Mercedes-Benz V108, debütálás 1965 Frankfurt, autókiállítás, új típus, felső kategóriás modell. Szóval Polbrecht karosszéria, borgyárpánú, hengerenkinti befecskendezése. Csak 8000 darab készült belőle. Apa engedi, hogy vezessem. Szép lassan a mellékúton. De nem hétfőn. Na, ráhagy nem hétfőn. Ki az a pár? Apa. Charles Sanford Babbitt, Cincinnati, Ohio, 1426. Ez a régi cím. Anyát! Anya, Eleanor Babbitt meghalt 1995. január 5-én, rövid szenvedés után. Slágerlisten első Coolio Gangster Paradise. Bees Bending Modern Island. Bees Bending Lovenza. Mi színházunk nagyon próbál figyelni arra, hogy az emberek lelkével, egészségével és lelki egészségével foglalkozzon, és ezért is nyúltunk ehhez a témához, ehhez a darabhoz, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy hát kihívásokkal éljük az életünket, de mindenki, tehát nem kell ahhoz egyfajta lelki betegség, vagy valamilyen idegrendszeri, vagy hasonló, vagy fizikai betegség, mindenki kihívással él, és erre szeretnénk érzékenyíteni, hogy ezt szoktuk mondani mostanában az embereket, hogy elfogadjuk és szeressük egymást. Két nagyon eltérő karakter a két főszereplő. Megéljük mind a ketten ezt a történetet. Nagyon jó érzés volt, jó volt a próbaidőszak. Anger Zsolt barátunk rendezte az előadást, és szépen rávezetett minket, nagyon sokat ültünk inkább asztal mellett, úgyhogy a végén már kicsit kezdtem izgulni is, hogy vajon lesz-e időnk a színpadon is a munkára, hiszen nagyon sok mindent ott a próbák és az asztali próbák során beszéltünk meg, hogy is gondolkodjunk a darabról, és egy teljesen újat csináltunk, ugye korábban volt egy színpadi változata már ennek, de ezt újra gondoltuk. Tehát a mi színházunkban dolgozik egy kislányki dankóros, és nagyon szeretjük, most egy teljesen látássérült lány is dolgozik, és ezekkel itt kell lennünk, és az, hogy valakinek van valamilyen problémáját, kinek nincs, nekem is van, lehet, hogy nem látszik, mert ügyesen eltakarom, vagy pedig nem egy szemmel látható probléma, de attól még van, és el kell fogadjuk egymást. Ez nem számít, hogy most valaki milyennek született, semmi, se a bőrszíne, se semmilyen nem számít, az, hogy ember is kész, ennyi.
Ezek a színházi előadások mennyire népszerűek, a közönség hogyan fogadja? Szeretik nyilván, meg kíváncsiak is, meg érzik azt, hogy ezek fontos témák, ők is sokat találkoznak ezekkel a kihívásokkal is, és szeretik, és mi meg örülünk annak, hogy így adhatunk nekik. 10 év ura memóriája! Most lát először! Hogy csinálja? Hogy csinálja? Nem tudok. Nem tudja. Benyaltad végig a telefon között. Nem végig, a jég közepén. Jég! Közepén! Na, erre kíváncsi vagyok. William E. Doherty, ő a nagybátyám. Doherty William E. 496-1915. Jézus! Jézus, Miguel Bozé, 496-1915. Rólam Bassz, 3-0-1-42. Behorpadok! Ma lehet a tízében nyíni utolgatni, tévébe! Hát, te hülye vagy! Az a hülye, aki mondja. 3,5 millió dollár lesz. Igazán nem vagyok mokó. Csak azt kérem, ami jár nekem. A többi Raymond arra költeti, amire is akarja tőlem beeltelően magának arany fogpiszkálót. Nem? Fogpiszkálót. És azt, hogy én hozom fogpiszkálót? Fogpiszkálót. Vagy egy tommal a sokatját. Mit érdekel engem? Fogpiszkálót. Kérem, hozzon fogpiszkálót, kisasszony! Ide figyelj! Micsoda? Ez nem ember rabát, ő a testvérem, ne idegesítsen föl! Kisasszony, hozzon már fogpiszkálót! Na jó, jó, ha nem tudunk megállapozni, akkor van, találkozunk a bíróságon Los Angelesben! Kisasszony, hozzon már fogpiszkálót! Valami gond van! 82, 82, 82, 246. Mi 246? Fogpiszkáló a padlón. Kisasszony, megnézd, hogy hány darab fogpiszkáló van egy dobozban? 250. Tadá! Vigyen téletén, barátom! Igen? Ez a 4? Ez benne maradt a dobozban. Igen? 250 mínusz 4? 246. Igen? Hát én is láttam a filmet azért gyerekkoromban is sokszor, aztán újra néztem felnőtt koromban, és szerintem elég jó a film, és elég sok korosztálynak is szól, és rögtön lehet érteni és azonosulni vele. Amellett, hogy az autizmusról is szól, mégiscsak egy testvér történet, vagyis két ember története. Igazából két ember, akik nagyon távol állnak egymástól, nagyon más a világnézetük, így is föl lehet fogni, és hogyan tud ez a két ember egymás mellett meglenni, összecsiszolódni, és a végén hát tulajdonképpen már, hogy nem egymásba szeretni testvériesen. Én vagyok az öccse, és a bátyám ugye, aki autista, és ő van bent az intézetben, és én, amikor meghal az édesapám, akkor a végrendelettel megtudom, hogy igazából valaki örökölt, és akkor tudom, hogy ez a valaki, ez tulajdonképpen a testvérem, és ebből adódik egy egész nagy bonyodalom, ugye tulajdonképpen, mert elég nehéz beszélni, meg nincs önrendelkezése a bátyámnak saját maga döntései felett. Tulajdonképpen abban hiszek, hogy amikor az ember elkezd ezzel foglalkozni, azért egy másfél hónapos, két hónapos próba folyamat van erre rá, akkor próbálja előhozni magából azokat a dolgokat, amik amúgy benne vannak, és így sok mindenre ráismer az ember, hogy amúgy én igen, amúgy én tudok agresszív lenni, tudok türelmetlen lenni, és csak ilyenkor veszem észre, hogy amúgy a való életben is vannak ilyenek. Úgyhogy igen, nagyon nagy hatása volt rám, és nagyon sokat tanultam magamról is ebből az egészből. Más tudatállapot, szóval, hogy teljesen más fontos nekik az életben, és azt sokkal jobban tudják egyébként, mint például én vagy ön, mert másra koncentrálnak, nem pedig a hétköznapi teendőkre. És így viszont ők a hétköznapi teendőkkel, ami nekünk normális, vagy megszokott, azt egyszerűen nem értik, és nem tudják befogadni. És ilyenek például legtöbb esetben az érzelmi dolgok. Az én karakterem, az én nagyon érzelmes, dühös, hirtelen haragú valaki, ezt a Rayman nem tudja kezelni, és ebből nagyon nagy konfliktusok vannak, én pedig nagyon türelmetlen vagyok hozzá, szóval igazából az egésznek a humora is ebből jön. Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy a műfaját tekintve, ez hova lehet ezt besorolni? Ma már erre van egy szó, ez a dramedy, ez a komédia és dráma, szóval egy nagyon komoly dráma, de igazából szerintem végig roppant szórakoztató. Jó, Raymond velem egy hét alatt többet fejlődött, mint magukkal 20 év alatt, ennyi. Nos, én egészen biztosan tudom... Jó, maga szart se tud! Bocsánat!
Mi volt az eltöltétek? Először is elmentünk... Raymondot kérdeztem. Raymond, mi történt az elmúlt héten? Mit csináltok? Számoltunk. Számoltak? Számoltak. Mit számoltatok? Kártyákat számoltunk Las Vegasban. Egy csomó pénzt nyertünk, meg megmentettem Charlie Babbitt életét. Pénzt nyertem? Kurva sokat! Igen. Na és? Mi volt mi? Táncoltam Charlie Babbittel. Bizony. Táncolt. Susannel. Mi? Megcsókolóztam. Megcsókolóztam? Ja, Las Vegasban. Kicsoda? Én a Charlie. A, bocsánat, a kolleg, a barát, a szere... Menj, menj asszony. Na, randiztam Iris-tal. És mi az az Iris? Iris Red kurva. Jó, leszorított egy kurva, de nem volt semmi. De akit megcsókolt, az Susan. Az Susan. Na, hát így jó volt. Nedves, mentalos. És érvezted az utazást az egy héten? Jó sofőr vagyok, prima sofőr. Te vezetnél. De nem az autópályán. Nem voltak készen kitöréséről vagy? Volt egy kitörés a reptéren. A palacsintáz egy gyorszirupa. Igen, igen, igen. Az volt az egy. Nem akart repülni, ezért nem is repültünk, ennyi. Kedves nézőink, ezzel kulturális magazinunk a Paletta végére értünk. Ne feledjék, jövő héten várom szerdán hasonló témájú kisfilmekkel önöket. Ha pedig most lemaradtak egyes műsorelemeinkről, akkor minden páratlan órában megtekintetik ismétléseinket, illetve a Facebookon is megtalálják kisfilmjeinket. Holnap már közéleti magazinnal várjuk azokat, akik ránk hangolnak. Köszönjük már a megtisztelő figyelmüket, szép napot, szép estét kívánok, a viszontlátásra!